A Pécs TV napi hírműsorát látják október 16-án vasárnap. Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban beszámolunk az első baranyai török hétkezdő eseményeiről, egy drogprevenciós iroda megnyitásáról és a hétvége természetjáró túráiról. Ha velünk tartanak, a másodízben megrendezett kosárfonó fesztivál hangulatából is ízelítőt kaphatnak. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek! Az Isztambultól mintegy 300 kilométerre található Kütaja török tartománnyal a megyei önkormányzat az 1970-es évek óta tart fenn kapcsolatot. Az együttműködés eddig leginkább a baranyai török emlékek és a kütajai Kossuth emlékek kölcsönös tiszteletben tartásán alapult. Vasárnap délelőtt a pécsi török emlékek megtekintésével megkezdődött az október 20-áig tartó első baranyai török hét programja. A kisvonat a Király utcában vette fel a városunkban tartózkodó török delegáció tagjait, akik a történelmi belvárossal és a vonzás körzetével ismerkedtek meg. A sétáló utcának több olyan pontja is van, amely hajdanán török iskolaként, fürdőként vagy templomként szolgált, a vendégek valamennyi emléket megtekintették. A vonatozás során a Marcipán Múzeum előtt még egy kis kóstoló is belefért, majd tovább haladva az Ágoston tér következett. Általában a dzsámik mellé mindig emeltek valamilyen szociális intézményt, vagy oktatási intézményt, ez így van a Gázi Kászimpasa dzsáminál, a Széchenyi téren, amely mellett fürdő volt, a kórház téren, a Jokvári Haszánpasa dzsámi mellett medrese volt, főiskola volt, a Memi Pasa fürdő is egy dzsámi mellett szolgált a városfalon belül, ugye ez a két építmény például egészen közel van egymáshoz, csak a városfal választott el egymástól őket. De felmegyünk az Ágoston térre is, a városfal mentén, a Vizesárok mentén jövünk fölfelé, a Kábereldombra, ott egy török útnak az emlékére hárítottak, nemrég felújítottak egy kis emlékkutat, és hát felmegyünk az Idész Baba Türbéjéhez, aki egy csodatevő orvos hírében állt, és hát bölcs tanácsokat adott, és 80 éves korában halt meg itt Pécset. Előtte járt Kis-Ázsiában is, dolgozott arrafelé is, tehát sokfelé megfordult, és hát itt lehet örök nyugodalomra. A baranyai török hét során a vendégek találkoznak a megye, a város, valamint az egyetem vezetőivel, majd több kiállításon és gasztronómiai bemutatón is részt vesznek. Alkalom nyílik a török művészek bemutatkozására is, illetve egy konferencia keretében az uniós csatlakozás kérdéseiről is tárgyalnak majd. Egy tavaly végzett kutatás a plázalátogató fiatalok életvezetési és drogfogyasztási szokásait igyekezett feltárni. A felmérés eredményein alapuló program egyik gyakorló terepe Pécs lesz, ahol szombaton nyitotta meg kapuit a beszédes elnevezésű alternatíva iroda. Egy ücsörgős társalgós hely, ahol bárki ledőlhet egy beszélgetésre, egy filmre, egy teára, vagy csak úgy. Ezt kínálja az az alternatíva névre keresztelt iroda, amely szombaton nyílt meg a Pécs plázában. A megnyitót egy hosszas felmérés előzte meg, ami a bevásárló központokba járó fiatalok szokásait vizsgálta. Az eredmény nem meglepő, az érintett 14-29 év közötti korosztály plázalátogató fiataljainak körében sokkal rosszabbak a tapasztalatok, ami a negatív szokásokat illeti. Az alternatíva az országban másodikként nyitott meg, a hivatalos neve prevenciós pont, a tevékenységük mégsem csupán a drog megelőzésről szól. Amikor azt mondjuk, hogy prevenciós pont, akkor úgy általában az egészségkárosító magatartásformák, illetőleg a fiatalokban alkalmasint jelenlévő, idézőjelbe teszem, rossz közérzet, vagy nem igazán jó közérzet szempontjából próbálnánk felerősíteni az úgynevezett protektív védő tényezőket. A dolog lényege, hogy a fiatalok találjanak egy olyan helyet, ahol jól érzik magukat, tudnak beszélgetni, vagy szakembereknek beszélni a problémáikról nyíltan. A szervezéskor egyébként fontos szempont volt az is, hogy az iroda munkatársai szintén a fiatalok közül kerüljenek ki. Szociológus, pszichológus szakemberek, egyetemisták próbálnak segíteni. Mi helyet kínáljuk a másik utat, a lődörgés, a csavargás, a semmittevés, és esetleg olyan megoldások helyett, amelyek károsak az egészségére. Az alternatíva minden nap délután 1 órától este 9-ig várja a fiatalokat a Pécs plázában. Műsorunk második részében egyebek mellett beszámolunk a hétvégén rendezett túraprogramokról is. Előtte azonban lássuk, mi minden történt még térségünkben az elmúlt hétvégén. Rövid híreink következnek.
Tájékoztatót tartott a sajtó munkatársai számára a Cigány Kulturális Közművelődési Egyesület elnöke dr. Kosztics István. Ismertette a Rács helyett Háló 2 elnevezésű megyei ifjúsági roma bűnmegelőzési programot. Az elnök utalt arra, hogy még tavaly, amikor az Országos Bűnmegelőzési Bizottság kiírta pályázatát, ők jelentkeztek a programra, amit sikeresen megnyertek. Akkor 20 millió forintot, amit fejlesztésekre, számítógéppark létesítésére, fitnessterem, videóklub létrehozására, könyvek vásárlására, balatoni táborozásra fordítottak. Egyébként 5 klubot működtetnek mintegy 200 állandó taggal, azonban mintegy 500 fiatallal foglalkoztak az elmúlt év során. Az idén is sikerült 10 millió forintot nyerniük, szeretnének tovább lépni, megyei szintre emelni ezt a programot. Ennek érdekében kistérségenként kívánnak létrehozni olyan klubokat, amelyek segítik a projekt megvalósítását. Ezért a pécsi központi klubon kívül a környező településeken, mint például Sején, Sásdon, Siklóson, Szigetváron, Szentlőrincen is terveznek ilyent. Mindez lehetőséget adna arra, hogy a fiatalok számára olyan hasznos információkat adhassanak, amelyek a képzésüket, munkahelyteremtésüket segíthetné, ezáltal csökkenhetne a bűnözésre való hajlam. Az ápolás gyakorlatának kérdései címmel az idén 10 éves Magyar Ápolástudományi Társaság konferenciát szervezett Pécsett. A Magyar Tudományos Akadémia székházában október 15-én megtartott program során a megjelentek előadást hallhattak az idősek ellátásának finanszírozási és ápolási kérdéseiről, az egészségügy fejlesztés politikájáról, az ápolás nemzetközi gyakorlatairól és a körzeti ápolók kompetenciájának kérdésköreiről. A rendezvényt kerekasztal beszélgetés zárta. Ötvenhaton vehették el diplomájukat szombaton a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kar és a londoni Middlesex Egyetem által validált közgazdasági programok angol nyelven nevű képzés zárásaként. Az alap- és kiegészítő képzős végzős évfolyam diplomátod ünnepségen vett részt az egyetem ifjúságúti épületében. Dr. Vitai Zsuzsanna programigazgató elmondta, 1996-ban indították ezt a képzést, amelynek keretében az itt végző hallgatók angol és magyar nyelvű diplomát kapnak. A master szintű képzés 1999 óta létezik. Az új bolonyai elveknek megfelelően oktatják itt a hallgatókat, tudtuk meg. Olyan értékű diplomát kapnak a diákok, mintha Londonban szerezték volna tudásukat. Nagyon modern, előremutató képzés, amit a hallgatók is szeretnek és szívesen vesznek rajta részt. Péntek délután az Esztergár Lajos konzervatív kör tagjainak rendeztek előadást a Dominikánus házban. A még 2001-ben alakult kör, amely határozottan kiáll a tradicionális értékrend és világkép képviselete mellett, eddig már több konferenciát is rendezett névadója Esztergár Lajos pécsi polgármester életművével kapcsolatban, valamint a polgárosodás és az irodalom összefüggéseiről és a konzervativizmusról is. A pénteki összejövetelen ez utóbbi témáról folyt beszélgetés Lánci András segítségével. A Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára konzervativizmus a politikában és a kultúrában címmel tartott előadást a megjelenteknek. A professzor elmondta, a konzervativizmus az eddig eltelt évtizedek során negatív fogalomnak számított, mivel a kultúrában történt változások miatt a sokáig Magyarországon is meglévő szellemi lehetőségek és hatások eltűntek. A konzervatív gondolatnak így most küzdenie kell, s Lánci András szerint, bár az utóbbi időben nagy előrelépések történtek, hogy a jelző pozitív értelmet nyerjen, a kulturális struktúrákban még az élettapasztalatok együttállására, a konzervatív kultúra gyökereinek megerősödésére van szükség ahhoz, hogy a konzervativizmus politikai erővé válhasson. Pénteken a 130 éve született Klebelsberg Kunóra emlékeztek a Pécsi Tudományegyetem kari tanács termében. Az egykori miniszter tiszteletére a PTS Szent Ágotai János szakkollégiuma és az Összefogás Pécsért Egyesület szervezett előadásokat. Az ünnepséggel az egyetemen összegyűltek a múlt század első felének egyik legnevesebb kultúr- és tudománypolitikus előtt kívántak fejet hajtani, akinek számtalan érdemek közül mindenképpen az egyik legkiemelkedőbb, hogy a két világháború közötti időszakban vallás- és közoktatásügyi miniszterként tanügyi reformjaival sikerült megszervezni egy korszerű, európai színvonalú oktatási rendszert. Munkájával egy a harcokba belerokkant országot igyekezett talpra állítani és megvalósítani az elmaradt magyar polgárság felemelkedését. Hagyományteremtő szándékkal szervezett összejövetelt a megyében élő idősek számára a nyugdíjasok Baranya megyei képviselete. A programot az Idősek Világnapja alkalmából tartották meg.
Az ünnepségen nemzetiségek kórus bemutatói és vers részletek mellett jutalmakat is kiosztottak. Elismerést kapott 16 aktíva, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő tevékenységükkel segítették a baranyai idős társadalmat. Mellettük Tésenny, Somogyhárságy és Mohács polgármesterei, idős barát polgármester okleveleket vehettek át. A rendezvényen részt vett dr. Kékes Ferenc, a Baranya megyei közgyűlés elnöke is. Kopjafát avattak a hétvégén a vasasi római katolikus templom kertben. A szobor, amely a Trianon emlékmű mellett kapott helyet, 1956 hősei előtt tiszteleg. Az avató ünnepségen többek között a Fidesz Polgári Szövetség baranyai elnöke Tiffán Zsolt, az 56-os szövetség országos elnöke Sinkovics Gyula és Harag Péter, a Magyar Keresztény Demokrata Szövetség országos elnöke mondott beszédeket. Az egyórás megemlékezés végén Kövesi Ferenc, a vasasi római katolikus templom plébánosa avatta fel a kopjafát. Csimpánzok közel és távol. Ez a címe annak a kiállításnak, amely péntek délután nyílt a Pécsi Akvárium Terráriumban. A tárlaton szereplő képek Spindler Zsolt munkái, aki fotóink keresztül az afrikai Gombei Nemzeti Park életébe enged minket bepillantani. A bemutató nem csak a fekete kontinens csimpánzai, de a pécsi állatkert népszerű lakói és az általuk készített rajzok láthatóak. A pénteki kiállítás az első lépése annak a kampánynak, amelyet az állatkert tervezett, hogy csimpánzaik új, az Európai Unió szabályainak megfelelő kifutót kaphassanak. Mivel hogy ezeknek fűtött belső szállásra van szükségük ezeknek az állatoknak, ezért egy nagyobb belső szállás lesz kialakítva, és a külső rész pedig egy füves kifutó, úgyhogy erre már nagyon várunk mi is, és azt gondolom a maimaink is, de látogatói szempontból is sokkal jobb lesz, sokkal nagyobb területet láthatnak a látogatók, illetve télen is megnézhetik az állatainkat, ugyanis a belső szállásnak lesz egy olyan üvegfelülete, ahol a csimpánzok mindennapját nyomon lehet majd követni. A fotókiállítással egybekötve az Én állatkertem című rajzpályázatra beérkezett művek is bemutatásra kerültek, melyeket óvodások és iskolások készítettek el arról, hogy hogyan is képzelni kell az állatkertet. A kiírásra a Pécsi Állatpark legnagyobb örömére rengeteg remek munkát küldtek be a gyerekek, ami azt mutatja, a kicsik a szívükön viselik kedvenceik és lakóhelyük sorsát. A legjobb pályamunkák egyébként jutalomban is részesültek, ők az akvárium terráriumban vehetik át jutalmukat. Gyaninno Bozsics festőművész munkáiból nyílt kiállítás a Pécsi Galériában. A pulai születésű alkotó a Rijekai Egyetem tanárképző karán vizuális művészeti szakon végzett. Első egyéni kiállítása 1984-ben volt, azóta munkáival folyamatosan jelen van a legjelentősebb hazai és külföldi kiállítóhelyek tárlatain. Festményei és szobrai installációi révén jelentős sikereket ért el. Munkásságát több díjjal ismerték el. Szabadúszó művészként az isztriai Labinban, valamint Novigrádban él és dolgozik. Önálló és csoportos kiállításai a 80-as évek közepére tehetők, amikor a posztmodern művészet időszakában toleranciával kezelték a fiatal művészeket, attól függetlenül, hogy milyen heterogén irányból közelítették meg a művészet közegeit. Kortársaival, évfolyamtársaival egy új generációs szellemi potenciált hozott létre, amelyben kerülte a kapcsolódást bármely a nemzetközi művészeti életben meglévő irányzathoz, mint például az olasz transz-avantgárd figuratív és narratív irányzatai. Ezek helyett mindjárt a pályája elején elkötelezte magát a szigorúan vele szoros kapcsolatban álló kulturális környezetből eredő formatív alapokkal. Gyaninno Bozsics sajátos nyelvezetével, szín és formakincsével kitűnik a pályatársai közül. Művészeti pályája a legjobb horvát hagyományoknak megfelelően európai szintű vizuális élményt nyújtanak a szakma és a közönség számára. A tárlat november 6-áig tekinthető meg. Az őszi mecsek természeti szépségei mellett az Ökováros Ökorégió program több elemeivel is megismerkedhettek azok, akik szombaton reggel csatlakoztak a Pécsi tó felé induló csapathoz. A túrát Horváth Zoltán alpolgármester a Mecsek Egyesülettel közösen szervezte.
A szombati jó időt és a friss levegőt használta ki az a hátizsákos kis csapat, amely úgy döntött, gyalogszerrel teszi meg a kellemes őszúton a Mecseken, a Pécsi tó környékén, az Abaligeten és a Kovács szénáján át vezető útvonalat. A közel 14 kilométeres szakaszon az ősz színeibe burkolózott fák és a tükörsima vízfelület igazi festménybe illő látvánnyal szolgáltak a túrázóknak. A Horváth Zoltán alpolgármester vezette kirándulók persze amellett, hogy a táj szépségében gyönyörködtek, fontos küldetésben jártak. A séta cél igazából az, hogy jöjjünk pécsiekkel, Pécs környékiekkel, és nézzük meg az amúgy általunk ismert környéket, de olyan részeket nézzünk meg, amelyeket egyébként, hogyha csak úgy kijövünk ide a tópartjára, akkor nem ismerünk meg, és látunk bőven ilyeneket már. A Mecsek természeti értékei iránt érdeklődés felkeltése mellett a kirándulók a séta során a környezetvédelemről és arról a Pécset megvalósult Ökováros Ökorégió nevű programról beszélgettek, amely kísérletet tesz a gazdaság igényeinek és a környezet terhelhetőségének összhangba hozására. Elmélkedünk és hangosan gondolkodunk arra vonatkozóan, hogy is kellene például a műzó kapcsolat tejtermelési kérdéseket megoldani, bár ahogy itt hallottuk az előbb éppen a polgármester asszonytól, itt orfűn nem sok állattartó van, talán egy vagy két család van, akik tehenet tartanak, sokkal inkább lovakat, tehát itt nem igazából gond ez, de ezekről beszélgettünk, gondolkodtunk hangosan, hogy az Ökováros Ökorégió keretében a fenntartható fejlődés elvének megfelelően hogy tudnánk megoldani ezeket a kérdéseket itt helyben, de nyilván nem csak Pécs városát érint ez a kérdés, hanem a Pécs környéki falvakat, településeket, Baranya megyét, sőt a régiót is, mert ezek az elképzelések azért regionális szinten kezelhetőek és hozhatnak megoldást számos problémánkra. A természeti értékeink megóvására és az energiarendszerek környezetbarát módon való felhasználására felhívó gyalogtúra az Orfői tó után Kovács szénája felé vette az útját. A résztvevőkre tehát még hosszú séta várt, de számukra nem volt fárasztó, hiszen rengeteg szépség várta még őket, amely arra tanította a csoportot, és amely arra tanít minket is, hogy mindenképpen meg kell óvnunk környezetünket, hiszen ez az az örökség, amit majd mi a jövő generációinak adhatunk. Szintén egy hangulatos túrára, de annak kerékpáros változatára invitált minden vállalkozó szellemű 10 és 99 év közötti bicikli tulajdonost a székesegyházi plébánia. Ez a kirándulás a Székesegyház elől indult, és végcélja Malomvölgy volt. A végcél, vagyis a malomvölgyi parkerdő nem változott, azonban szombat reggel a Dómusz parkolóban találkoztak a vállalkozó szellemű kirándulni vágyó kerékpárosok, hogy a kertvárosi plébánia érintésével hangulatos túrán vegyenek részt. A programot a Székesegyházi plébánia szervezte meg, és 10 évestől a 99 évesig mindenkit szeretettel vártak. Tavaly ősszel is próbálkoztunk egy ilyen rendezvényen, akkor a kemény kerékpárosokat hívtuk, és akkor a Mecsek volt a cél, úgyhogy lefölkerekeztek a Mecseken. Most azonban úgy döntöttünk, hogy a Malomvölgybe, a kertvárosi templom érintésével megyünk, így más plébániák fiatal is bekapcsolódhatnak a kerékpártúrába. Mi lesz a program lenn a Malomvölgyi Arborétumban? Hát először is kifújjuk magunkat, és miután ez megtörtént, akkor egy nagy közös étkezés lesz. Mindig nagyon hangulatos, amikor nem mindenki a maga szendvicsét rágicsálja, hanem együtt közösen örül annak, hogy ehetünk és vidámkodhatunk együtt. Majd pedig kidobójáték, frisbizés, kis sportolás lesz a program. Az igazság, hogy a múlt vasárnapi szentmisén az Irgalmas templomban találtunk egy kis füzetlen egy meghívót, ami erre az eseményre szólt, és amúgy is szeretünk természetben lenni, kerékpározni, egyház közösségben, meg különösen úgy gondoltuk, hogy jó lesz, úgyhogy ezért vállalkoztunk most erre. Remélem, hogy jó idő lesz, úgy néz ki, és akkor beszélgetünk, ismerkedünk egymással. Természetesen a mostani biciklis túra nem az utolsó idei rendezvénye a Székesegyházi plébániának, hiszen jövő hét végén a Mecsekszentkúti haranglábhoz szerveznek egésznapos számháborút középiskolások számára. A Kosárfonó Fesztivál az ország egyetlen olyan rendezvénye, amelyen a szakma hazai mesterei találkozhatnak, nem csak a nagy közönséggel, de egymással is. Az idei fesztivál rendezvényeinek is Pécs, azon belül a Volt Bajcsi laktanya gesztenyefás parkja adott otthont. Szombaton a Volt Bajcsi laktanyában a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány közreműködésével rendezték meg a második országos kosárfonó fesztivált.
Az egésznapos rendezvényen az ország több pontjáról összesereglett termesztők, kosárfonók és kereskedők találkoztak egymással, hogy kapcsolatokra tegyenek szert és fejlődni tudjanak. Az összejövetel minden évben fontos a résztvevők számára, hiszen egy nagy hagyományokkal rendelkező mesterség jövője függ attól, hogy megoldást tudjanak találni a szakma problémáira. Egy kosárfonó konferencia zajlik a másik épületünkben, tehát ott egy szakmai találkozó van meghívott előadókkal, ahol mind a kosárfonásnak a történetéről, illetve a lehetséges jövőjéről folyik a társalgás, illetve a vita. Bízunk benne, hogy sikerül megoldásokat találni arra, hogy ismét elterjedt és megbecsült szakma lehessen. Hogyan lehet újra népszerűsíteni? Elsősorban mindenképpen a nyilvánosság, másodszorban pedig az, hogy tényleg az emberek szakadjanak ki a mostani műanyagvilágból, és térjenek vissza egy kicsit a hagyományokhoz. A szakmai konferenciák és bemutatók mellett kosárfonó verseny is várta az érdeklődőket és a vállalkozó szellemű kézműveseket. Három kategóriában mesterek, haladók és kezdők mérték össze tudásukat a kupákért. Csapek Zoltán kosárfonó mester, aki már 8 éve üzi a mesterséget, szintén részt vesz a vetélkedőben. Mozdulatai gyorsak és biztosak, kezei közül hamarosan remek mű kerül ki. Kérésünkre néhány szóban elmesélte, hogyan is készül egy bevásárló kosár. Áll egy aljból, ez egy ovál alj, ezt berakással fonjuk, és akkor vannak az úgynevezett, ezek a hosszanti függőleges szálak, ezek a karók, és ami pedig vízszintesen van, ezt hívják fonóveszőnek, vagy berakásnak. Kettő berakásból áll, itt középen található egy gyűrű, ez díszít is, illetve tartja a karókat, és akkor a szegéssel fejezzük be. Itt ezeket a függőleges karókat dolgozzuk el a szegéssel, ugye ez egyrészt egy díszítése is a kosárnak, illetve lezárja magát a kosarat, és aztán kerül rá a fül. Csapek Zoltán szerint nincsenek trükkök a fonott tárgyak elkészítésénél, de aki az újra egyre népszerűbbé váló foglalkozást akarja választani, annak nagy türelemre van szüksége. Nem lehet valaki máron hónapra kosárfonó, nagyon sokat kell gyakorolni, és nagyon nagy türelemmel kell lenni. Ugye nem sikerül minden elsőre, nekem sem sikerül minden, még most sem. A jó kosárhoz tehát idő kell és türelem. A komoly munka mellett a fesztiválon azért most mégis inkább a szórakozáson volt a hangsúly és a vidámságon, amit kicsik és nagyok számára szombaton a jó programok és a finom ételek biztosítottak. Díszes hagyományőrző népviseletek, zenés felvonulás, borkóstoló. Ezek mind a szüretti mulatságok tartozékai. És bár a bor élvezete alapvetően a felnőttek kiváltsága, a következő percekben kiderül majd, hogy a születi bálozásból a kisebbek is kivehetik a részüket. Szüreti fesztivált rendeztek Patacson. A helyi művelődési egyesület mintegy 6 éve rendszeresen szervezi a szüreti napokat. Mindig október hónapban készülnek a nagy eseményre. Hagyomány már, hogy a Koch Valéria Német Nemzetiségi Iskola Központ diáktáncosai nyitják meg a rendezvényt, a helyi rezes banda pedig fújja a talpalávalót. Mezei Sándor az egyesület elnöke elmondta, annak ellenére, hogy Pécs határában van a település, ők mégis falunak tekintik vidéküket, és szeretnék hagyományaikat megőrizni. Megpróbálják ezeket a gyökereket újra éleszteni. Ez az egyik ilyen alkalom, ez a születi nap is. Jó pár évig nem volt, amikor az egyesület megalakult, akkor kezdtük ezt újra. Még meg szeretnénk oldani a patacsi napot, ez a búcsónak a mai változata, de ezt majd jövőre próbáljuk megoldani, idén már kicsúsztunk az idővel. Mi lesz a sorsetnek a gyönyörű szép kalácsoknak itt az ünnepségen? A faluba szétosztjuk, már várnak minket, minden évben körbe megyünk, és ilyenkor kiállnak a házakhoz, és várják a bort és a kalácsot. És ez mivel függhet össze, ez milyen hagyomány? Ez a szüreti felvonulásunk, tehát itt fönn a hegyen rengeteg sok szőlős gazda van, és ezzel függ össze, hogy vége a szüretnek, megünnepeljük. Köszönöm szépen! Köszönjük. Megvárjuk a bárból, és jó reggelig lehet szórakozni. Ha reggelig, akkor igen. Reggelig lehet, reggel 8-ig. Köszönöm. Jó? Természetesen nem maradhatott el a lovasok vezette felvonulás sem, ami színesítette a menetet. Keszély vagyok, és a kislányom a lovas, az egyik lovas. A Keszélyben is volt falunap, és akkor is ott voltak. Este, mint ahogy ez már lenni szokott, bállal zárult a patacsiak vigassága. Pénteken tartotta első szüreti bálját a Bánki Donát utcai általános iskola. A
Az ünnepség színhelye az iskola megújult aulája volt, ahol 226 szülő és nevelő gyűlt össze, hogy felajánlásaikkal támogassák az intézményt. Az eseményt a szervezők hagyományteremtőnek szánták és remélik, még sok hasonló vidám, zenés, táncos mulatságba lehet része a közösségnek. Az est során a meghívottakat vacsorával és muzsikaszóval szórakoztatták. A műsorok közül talán a legkedvesebbnek a néptánc csoport által előadott szüreti felvonulás számított, mely során a kicsik a népi hagyományokat és szokásokat elevenítették fel. Az est további részében a Szirusz Együttes Görög Táncháza és Tombola várta a felnőtteket. A Juvita KHT 1995-ben a Támasz Alapítvány Pécs és a United Way Dél-Dunántúl Alapítvány kezdeményezésére jött létre, kiemelkedően közhasznú szervezetként. Alaptevékenységük a szociális és foglalkoztatási rehabilitáció, illetve modellértékű foglalkoztatási programok megvalósítása. A szervezet a hétvégén tartotta bemutatkozó nyílt napját. 10 évvel ezelőtt egy szociális intézmény alapításával indult el a Juvita KHT működése. Már akkor is zömében rehabilitációs feladatokat láttak el. Pécs Baranyában jelenleg 4-500 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak. A hétvégén tartott nyílt nap célja figyelemfelhívás volt arra, hogy ideje megváltoztatni az általános szemléletet a sérült emberekről. A mai napnak pontosan az a célja, hogy bizonyítsuk a Pécs város lakosainak, hogy a sérült emberekkel mi gyönyörű, szép, nagyszerű termékeket tudunk gyártani, és a megújult Ring áruházunkban ezeket képesek vagyunk értékesíteni. A közhasznú társaság nemrég 100 dolgozót bocsájtott el Pécset, főként megváltozott munkaképességű dolgozókat. Országos szinten ez az arány körülbelül 600 munkavállalót jelent. Az ügyvezető igazgató ezt a döntést a jogszabályok változásával és a finanszírozási nehézségekkel indokolta. 2005-ben, majd azt követően egy hónappal ezelőtt olyan kormányrendeletek születtek meg, amelyek nagyfokú létszámcsökkentést írtak elő a mi esetünkben, ami azt 600 fő elbocsátását jelentette. Az egész ágazatban ez körülbelül 10 000 főt jelent. A Juvita KHT által foglalkoztatott sérültek Pécset elsősorban asztalosipari termékeket gyártanak különböző multicégek számára. Ezen kívül kézműves és textilipari termékeket is készítenek. A tervek között jelenleg egy olyan Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés is szerepel, amely a megváltozott munkaképességű embereket segíti a munkaerőpiacon. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont Ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Témáinkat megtalálják az interneten, a Teletexten és az MMX műsorán is. Észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben várjuk a már jól ismert számokon. Viszontlátásra!